Sziasztok! Ma egy belváros ingatlan fogok nektek megmutatni a 6. kerületben. Ez az ingatlan rövid távon van kiadva, úgyhogy kiváló befektetés. Indulhatunk, hogyha végeztem. Az ingatlan a Jókai utcában található, közlekedése kiváló, hiszen pár percre található gyalog az Andrássy, az Oktogon és a Nyugati pályaudvar. Ugye ezért a 4-es, 6-os, a 3-as metró, az 1-es metró, hát szinte minden a közelben van. Mindjárt bemegyünk az ingatlanba, csak próbáljuk. Na mostanában voltam itt, úgyhogy... Egy lábjákat húzzál már fel, légy szíves, mert most csak ilyen szakad van, de ebbe is belefér a lábad. Fölkapcsoljuk a villanyt, jó? Ha találsz kapcsolat, te is nyom már fel. Jó eddig, nem? Mert azért te is láthatod, hogy van itt minőség, de gyere, várj egy kicsit. Ez lesz a fürdőszoba. El tudod magad képzelni, nem? Az fáradtan az ember bemegy egy kis, tudod, be, az itt is van nyomás. Úgyhogy jó ez. Na, ami szerintem neked jobban fog tetszeni, mert látom, hogy kicsit ilyen burizósabb alkad vagy, meg itt a belvárosban is, azért minden közel van, kicsit, aztán gyere, itt bejössz, fölnyomod majd a villany, lefekszel, aztán nyomod. Na figyelj, gyere most. Itt lesz a két ablak, milyen utca? Most mi vagyok én, GPS? Ez a Weiner-Lau utca. Miről? Hát mit lehet tudni róla? Hát figyelj, mindjárt, én kinézek neked. A villanyok már fel vannak kapcsolva, mert voltam fönt az előbb. Gyere csak, menjél elő nyugodtan. Az ingatlan a Jókai utcában található, ez egy 4 szintes polgári épület, amiben van lift. Az ingatlan a 2. emeleten található, ez egy 46 négyzetméteres lakás, a tulajdonos felújítandó állapotban vette, mind műszakilag, mind esztétikailag teljes körülön felújította. Most elektromos fűtés van. Tulajdonképpen 3 részre osztható az ingatlan, van egy nagyobb nyitott konyha, egy nagy hálószoba és egy fürdő WC-vel. Jelenleg az ingatlan kiadásával egy profi cég foglalkozik, aki Bookingon és Airbnb-n futtatja az ingatlan. Az elmúlt hónapokban 80-90%-os volt az ingatlan kihasználtsága. A tulajdonosok a teljes bútorzatot felszerelés bent hagyják, ami ugye a jövőben mindenképp kelleni fog az Airbnb-s és a Bookingos portfólióhoz. Ha már belülről megnéztük az ingatlant, akkor megmutatnám, hogy hol is található.